Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök az Igaz Gyöngy című műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. Szeretném önöknek bemutatni az est vendégeit. Megtiszteltetés, hogy elfogadták a meghívásunkat. Először is köszöntöm Bödös Esztert, ő gyógypedagógus. Jó estét kívánok! És Elek Évát, ő pedig építészmérnök. Nagyon régóta ismerem ezeket a kedves hölgyeket, akik barátnők is, és nem csak hogy barátnők, hanem a rádióban együtt dolgoznak már sok év óta. Most egy kicsit változott a helyzet, eddig úgy volt, hogy ők hívtak meg engem, és én voltam a mikrofonnak a másik oldalán, és tettek fel kérdéseket nekem. Ma ez fordítva lesz, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Azért örülök ennek a lehetőségnek, mert tudom, hogy mennyire értékes életet élnek ezek a lányok a hétköznapokban is. Ugye tudjuk, hogy a műsornak a címe az, hogy Igaz Gyöngy. Ezért én úgy gondolom, hogy már előre is bocsájthatom, hogy ti azok vagytok, és majd erről fogunk néhány szót mondani, hogy ti hogyan gondoljátok ezt. De még mielőtt belevágunk a mélyébe, egy nagyon rövid bemutatkozást szeretnék kérni egyenként tőletek. Eszter, először is tőled. Én óvodapedagógus, gyógypedagógus vagyok, és pszichopedagógus szakon végeztem, ami azt jelenti, hogy a tanulási nehézségeknek a pszichológiai vetületével foglalkozom. Ez sokszor nagyon egybeesik, hogyha egy kisgyerek nehezen tanul, akkor lelkileg is problémája van, akkor is segítséget igényel. Van, amikor nagyon távol esik, akkor pedig az a teendő, hogy külön a pedagógiai problémákat kezeljük, és a pszichológus segít a pszichológiai gondok megoldásában. Tehát itt a két tudománynak a határterületén dolgozom. Ez gyönyörű. Köszönöm szépen, Évi. Szakmailag mutatkoznék be, akkor ahogy Eszter. Építészmérnökként végeztem a műegyetemen, majd 7 év gyakorlat után egy kis kihagyással a közigazgatásban folytattam, úgyhogy most egy önkormányzatnál dolgozom, mint műszaki előadó, és ez egy új terület, sok mindent meg kellett tanulni, új dolgokat, nem igazán az alkotásról szól, de a beruházás és üzemeltetés mégis úgy látszott, hogy Isten nekem szánt ezt a területet, úgyhogy örülök, hogy most ott vagyok. Mert ebből is láthatjuk, hogy teljesen különböző pályát futtok be, és ahogy ezt már az előbb is mondtam, hogy tudom rólatok, hogy egy teljes életet éltek, egy értékes életet éltek. Abban is hasonlítotok egymásra, hogy még nem vagytok férnél, és ez egy tök jó dolog, hogy így is lehet teljes életet élni. Tudom, hogy nyilván van tervetek a későbbiekre, de most ez a helyzet, és hogy annyira jó látni ezt, hogy nem ez a központi téma, hanem csináljátok azt, amit az Isten rátok bízott. Először is azt szeretném kérdezni, Eszter, hogy hogyan nőttél fel, hogy sikerült hitre jutnod, segített ebben neked a család, a személyiséged kibontakozásában hogyan volt ez a te életedre hatással? Hú, a családomról nagyon sokat tudok mesélni, úgyhogy ha túl sok lenne, akkor nyugodtan szóljál közben, és mondd, hogy ez most így egy kicsit elég, és térjünk át valami másra. Rendben. Én egy nagy családban nőttem föl. 5 voltunk testvérek, abból 3 lány és 2 fiú, és a szüleim hívő keresztény emberek voltak, és hitben neveltek bennünket, arra tanítottak, hogy próbáljuk mindig megérteni a Bibliának az üzenetét, hogy nem csak, hogy Istennek a szavát ismerjük jól, hanem próbáljuk azt az életünkre vonatkoztatni.
Az édesapám szigorúbb volt, az édesanyám ilyen engedékenyebb, tyúkanyó típus, mai napig is ilyen a személyisége. Nagyon jól kiegészítették egymást a nevelésben, az apukám nagyon következetes volt, és elmondhatom, hogy ezt a szakmámban is nagyon jól tudom kamatoztatni, hisz a gyerekekkel való bánásmódban a következetesség az egyik legalapvetőbb szabály, akkor érzik magukat biztonságban, hogyha valaki következetes velük. Mind a családi nevelésben, mind az intézményes nevelésben. Az édesanyám ő pedig arra tanított, hogy hogyan kell házigazdának lenni, hogyan kell csinosítani a lakást, hogyan kell vendéget látni, gyorsan pikpak összeütni valamit, és ez pedig a nőies oldalamat erősítette egy kicsit. Sok fiú között nőttem föl, mert az unokatestvéreim is mind fiúk voltak, és a lánytestvérem pedig 6 évvel fiatalabb, mint én, tehát nem vagyunk korban olyan közel egymáshoz. Úgyhogy én nagyon fiús lány voltam. 12 éves koromig nem is hordtam szoknyát, ruhát, hanem fáramáztam, bicikliztem, fociztam a többiekkel. És egy ilyen nagyon aktív gyerekkorom volt. Azt gondolom, hogy nagyon meghatározó volt a személyiségem formálódásában az, hogy szeretettel vettek körül, az, hogy engedték a szüleink mindannyiunknak, hogy a saját területén kipróbálja magát. Tehát, hogyha gitározni szeretett volna az egyikünk, akkor gitározott. Nem kellett mindenkinek gitározni. Nem az volt, hogy egy helyre van időnk elvinni a gyerekeket, és mindenkit akkor elviszünk kosárlabdázni. Mert az egyikünk 160 centi volt, a másikunk pedig 180. Tehát, hogy ők próbálták azt támogatni, amit mi kitaláltunk magunknak. Büszkék lehetnek magukra, hisz sokszor ezek nagyon hamar változtak, ezek az ötletek. Tehát először pingpongozni akartunk, utána sakkozni, utána mégis valami más. De mégis teret engedtek neki, hogy megtaláljuk önmagunkat. Úgyhogy már igen kora gyerekkorban kialakult az, hogy engem az irodalom érdekel, a művészetek érdekelnek, szeretek festegetni, szeretek verset olvasni, bújtam a könyveket. És később Isten ezt fel is használta, ezt az irodalom szeretetemet arra, hogy a rádióban, amikor elkezdtem dolgozni, akkor a magyar nyelv ismerete például nagy előny volt, vagy amikor újságíróként, vagy diák újságíróként elkezdtem dolgozni, akkor is jól ment a fogalmazás, jól ismertem más emberek véleményét, könyveit. Úgyhogy ez is a gyerekkoromból adódott, amit aztán Isten később felhasznált arra, hogy az ő szolgálatába álljak. Úgyhogy ilyeneket tudok mesélni a gyerekkoromtól. Még a nagypapámat megemlíthetem, hogy volt egy nagyon kedves és édes nagypapám, akit te is ismertél, Lilla, és nem régiben halt meg, 93 éves korában, és őtőle pedig azt láttam, hogy ő mindig nagyon hűségesen imádkozik Istenhez, hogy mindig Isten véleményét kéri ki a döntései előtt, hogy ahogy velünk is bánt, vigyázott ránk nyaranként, az mindig az Isten előtt történt, úgymond imádságban, hogy vigyázz a gyerekekre, nehogy baleset történjen. Ő egy ilyen imádkozó háttér volt a számomra, és nagyon hiányzik most. Köszönöm, Eszter. Évi, ha jól tudom, akkor te pont az ellenkezője családból származol, mert ugye Eszterék sokan voltak gyerekek, te pedig úgy tudom, egyke voltál. Mesélj nekünk egy kicsit erről. Egyke voltam, és egyke vagyok. Ezt a szót nagyon nem szerettem, de a személyiségfejlődésem során megszoktam, hogy ez igenis tény, úgyhogy el kell fogadni. Valóban 4 évig vártak a szüleim rám, nagyon szerettek volna, és lány szerettek volna, úgyhogy már egy igazán jó alappal indulhattam, ha szabad így mondani. De testvér valahogy nem sikerült. Így ezért a barátok és az ismerősök, a rokonok azok, akik számomra a családot jelentik, leginkább a közeli barátok. A szüleimnek nagyon fontos volt már egész kis koromtól kezdve, hogy hitben neveljenek, bár templomba járók voltak, mondhatom így, minden vasárnap templomba mentünk, és ugye mindennapokban nem szőtték bele a hitüket, tehát ezt kevésbé láttam, viszont a nagyszüleimnél annál inkább. Tehát nyaranta, amikor egy-egy hónapot töltöttem mindkét nagyszülőmnél, akkor megvolt az az alap, a lapozás, amit kaphattam tőlük, mert megélték a hitüket, beszéltek is róla, és fontos volt számukra, hogy
jó földbe hújjon az a mag, ami majd később kikelhet az életemben. Köszönöm szépen. Tudjátok, hogy ez a műsor a lényege arról szól, vagy próbáljuk azt körüljárni, hogy kik vagyunk igazából. Mert ahogy ezt a bibliai ige mondja a példabeszédek könyvében, hogy a derékasszony, annak az értéke, az sokkal magasabb, azt írja az ige, mint a drága gyöngy. A drága gyöngy, tudjuk, hogy hétköznapi értelemben nagyon-nagyon drága, nagyon értékes. A kérdésem az az, hogy mit gondoltok ti magatokról, hogy miért vagytok értékesek, vagy járjuk körül ezt a témát, hogyan lehetünk értékesek? Azért, hogy valamit teszünk, csinálunk dolgokat, vagy mitől értékes egy ember? Eszter. Hát nehéz erre válaszolni egy szóban mindenképpen. Nem egy szóban, bőven van egy mondatban is nagyon nehéz, és ahogy készültem erre a beszélgetésre, próbáltam arra gondolni, hogy mitől vagyunk értékesek, csak egyfolytában az jutott eszembe, hogy attól vagyunk értékesek, ami ennek Isten teremtett bennünket, hogy ő van bennünk, és ez válik értékké az életünkben. És ennek a megmutatkozása az a munkában, a családunkban, a baráti társaságban jön elő különböző területeken. De hogy maga az érték önmagában, az Istenbe vetett hitem a legértékesebb bennem. Ez nagyon érdekes, mert pont erre jutottam én is, ahogy gondolkoztam és készültem, hogy azt mondja az ige, hogy Krisztus lakozást vesz bennünk. És ez annyira átjárta a gondolataimat és az érzéseimet a múlt hétvégén, ahogy én is ezen gondolkoztam, hogy ez a legnagyobb kincs számomra, hogy Krisztus bennem él, hogy általa tehetem azt, amit teszek, akár a mindennapokban, akár a szolgálatomban, akár a baráti kapcsolataimban, vagy bárhol, és ez a hit csak belőle táplálkozhat, és belőle tudok meríteni naponta. Úgyhogy az identitásom az attól függ, hogy ki is vagyok én, ki is vagyok Krisztusban. Igen, ezt tökéletesen megfogalmaztátok. Viszont térjünk hát egy kicsit a gyakorlati oldalára, mert ugye azt mondjuk, hogy meg az ige is azt mondja, hogy Krisztus bennünk él. Na most ezt egy külső barátnő, akinek fogalma sincs, hogy akár mit jelent ez a mondat, hogy Krisztus bennünk él. Ó, tényleg? És hogy? Vagy hogy tudod ezt a mindennapi gyakorlatban úgy megélni, hogy ez látható legyen, mert hogy a Biblia arról is beszél, hogy nekünk keresztényeknek fényeknek kell lennünk, sónak, ugye több példát mond erről a Biblia, hogy lehet ezt megélni, például amikor ugye Eszter mondta, hogy úgy nőtt fel, hogy keresztény családban, de hogy egy csomó fiú között, gondolom nem volt egyszerű, egy kicsit erre fókuszálnánk, hogy hogyan változtatta ez a személyiségedet, és úgy gondolom, hogy az értékedet is növelte, ahogy meg tudtad tanulni, kezelni, hogy viszonyuljál ezekhez a fiús műveletekhez, gondolom, amit veled tettek a testvéreid. Csak egy sztori, amikor ezt elmondtad így telefonban nekem, van egy családismerősünk, akinél ugyanígy van, hogy egy csomó fiú volt, és egy szemlány volt az egész családban. Az jutott eszembe, mert ugye ezt mesélte el, hogy őt úgy nevelték a fiúk, hogy a 5. emeleten laktak, és az 5. a lábánál fogva kilógatták, és ő is Eszter volt különben. Úgyhogy hogyan lehet ezeket megélni jól, hogy még közben a személyiségünk is fejlődjön? Hát, ilyen velem nem történt, de estem le fáról, meg mondták mindig, hogy jaj, nem kell úgy sírni, meg most mit vagy úgy oda, meg ne vedd a szívedre. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek igen, valóban egy olyan lány vagyok, aki nem vesz mindent mindig túl személyesen, aki sokszor könnyedebben átlendül a nehézségeken, vagy bátrabban áll neki annak, hogyha valami nagy küzdelem vár, mert hogy a fiúkkal is meg kellett küzdeni bizonyos pozíciókért, akár a hűtőszekrényben az ételért, akár a
a bicikli versenyben. Tehát, aha, hogy van bennem egy ilyen küzdőszellem például. Aha. De ezt Isten visszaigazolja például a Pálnak a küzdőszellemén keresztül, hogy lám-lám az én gyermekeim igenis lehetnek ilyen küzdelmesek, vagy ilyen ambiciózusak bizonyos szempontból, mert azzal is tudnak engem dicsőíteni, abban is meg tudok mutatkozni, ahogy te fogalmaztad az előbb a kérdésedben. Akkor csomó olyan dolog történt gyerekkoromban, ami arra tanított, hogy mennyire legyek empatikus. Egy nagy családban nem mindig rólad szólnak a dolgok, nagyon sokféle emberről, tehát meg kell tanulnod azt, hogy ha valaki nagyobb bajban van, akkor mindenki arra fókuszál, és mindenki annak segít. Majd ha te kerülsz nehéz helyzetbe, akkor pedig ez az összes energia, az rád irányul. És Isten ebben megtanította velem azt, hogy a kapcsolatok, a baráti kapcsolatok, a testvéri kapcsolatok is ilyen dinamikusak, hogy adok és kapok. És ez a hívő életemben is így van. Valamikor többet kapok Istentől, jobban tanít, valamikor pedig a szolgálatban többet adok. És többet használom mások felé a türelmet, az empátiát, a szeretetet. És ilyen, ezen keresztül növekszünk. Igen, tehát ilyen a mindennapi életben is előfordul, akár egy szülővel foglalkozom, akár egy kisgyermekkel foglalkozom, akár a barátnőmnek a nehézségeire reagálok, vagy akár segítséget kérek valakitől, hogy nézd, hát ilyen helyzetben nekem gyerekkoromban mindig segítettek a tesóim, nem tudnál most te segíteni nekem? És akkor Isten küld egy jó barátot, aki éppen arra alkalmas, hogy tudjon segíteni nekem. Ezekben mutatkozik meg inkább az, hogy azok a tulajdonságok, amik igaz gyöngyként szerepelnek az életünkben, azok tudják Isten dicsőíteni bennünk. Évi, tudom, hogy nem szereted az egyke szót. Bocsánat, hogy itt most a barátnőddel itt hasonlítgatunk. Ez sem annyira jó, de most ezt kívánja ugye a történet. Csak hogy szembeállítsuk a kettőt, ugye nem is kell szembeállítani, csak párhuzamosan nézzük meg, hogy akkor az egykéknek úgymond mi volt az, amivel meg kellett küzdenie. Hallgatva Esztert, az jutott eszembe, hogy nekem egy olyan édesanya adatott, akinek nagyon fontos volt az, hogy bár egyedüli gyerek vagyok, mégis megtanuljam azt, hogyan kell osztozni, hogyan kell a másikra figyelni. Mindig fontos volt számára, hogy ha volt egy csokoládé, akkor azt ketté törtük, és az egyik az övé, a másik az enyém, vagy bármi másban. Tehát, hogy ne legyen az az érzés, hogy csak én vagyok, csak én kapok mindent, és felnőve csodálkoztak is többen, hogy hát nincs testvéred. Tehát valahogy úgy nem jött át, hogy egy önzően nevelt, vagy önzőre nevelt gyerek lettem. A másik dolog, ami fontos volt számomra így a növekedés során, hogy a nagyszülők is nagyon odafigyeltek arra, hogy mit adnak át. Az apai nagymamámnak volt egy nagyon fontos mondata, hogy ne azt nézzem mindig, hogy nekem mi a fájdalmas és mennyire kevés van valamiből, hanem arra próbáljak fókuszálni, hogy valaki más sokkal rosszabb helyzetben van, mint én. És ez egyszerűen a megelégedettséget táplálta bennem, vagy növelte bennem, és a mai napig ez jut eszembe, hogy igen, vannak sokkal rosszabb helyzetben levők is, tehát legyek hálaadással, és legyek elégedett azzal, amin van. Úgyhogy a mindennapokban itt tudom apró pénzre váltani azt, hogy én Krisztusban vagyok, itt tudom megmutatni esetleg másoknak, mások felé. Annak ellenére, hogy egyedül vagyok, de osztom az időmet, a pénzemet, a figyelmemet, a barátságomat másokkal. Amúgy ebben nagyon tudunk kapcsolódni egymáshoz. Sokszor támogatjuk egymást abban, hogy legyünk megelégedettek. Tehát valóban, ahogy említetted, hiányzik az, hogy nincsen férjünk, vagy nincsenek gyermekeink, vagy esetleg már másképp terveztük erre az időszakra az életünket, de tudjuk egymást támogatni abban, hogy viszont nagyon sok mindent kaptunk, amivel tudunk élni, és próbáljuk azt akár közösen is élvezni, akár egy utazást, vagy akár egy kulturális programot, vagy egy beszélgetést. Így van. Igen. Értékes idővé válik számotokra. Lányok, ahogy hallgatlak benneteket, ugye mindenki bizonyságából kiderült az, hogy volt már egy gyermekkori Isten élménye.
Én úgy gondolom, hogy szükségünk van egy ilyen tudatos döntésre, amikor azt választjuk, hogy Istennel akarjuk élni az életünket. Hogyha erről egy kicsit mesélnétek, hogy mi volt ez, esetleg mikor volt ez, most nem konkrét dátumra gondolok, csak hogy az életetek melyik szakaszában, amikor még nagyon kis tinédzserek voltatok, vagy esetleg később, hogy ez mennyire meghatározó volt az életetek számára. Mi ez a történet? Ki kezdi? Kezdem én. Ahogy mondtam már, fontos volt, hogy 3 éves koromtól jártam bibliaórákra, a nagyszülőkkel is imádkoztunk minden este, apukám is mindig oda térdelt esténként a ágyam mellé, és megtanította a mi atyánkra, fontos volt ez számukra, és ahogy így teltek az évek, jártam templomba velük, de nagyon idegesített, hogy mindig Jézusról volt szó. Tehát annyira bennem volt az sokáig, hogy mindig őróla van szó a prédikációban, és nem tudtam hova tenni. Uh-huh. És 16-17 éves voltam, amikor a gimnázium évek alatt bekerültem egy zenész csapatba, mert gitároztam. Miket tudom meg rólad. És ott láttam, és tapasztaltam először, hogy milyen fiatal keresztények között, vagy keresztény fiatalok között olvasni a Bibliát, hangosan imádkozni, tehát gyakorlatba váltani, tenni mindazt, amit hallottam a szószékről. De ez olyan másfél évig még nem hozott semmi egyéb változást, mert gondoltam, hogy minden rendben van nálam. Jártam templomba, jó gyerek voltam, nagyobb bűnöket nem tettem. És aztán elkerültem az egyetemre, és Isten már ott is gondot viselt arról, hogy keresztényeket hozzon az utamban. És volt egy évfolyamtársam, akitől kaptam egy könyvet, egy lelkipásztor életéről szól, a keskeny útról, amit ő megjárt, amilyen viszontagságok között, és hogyan tért meg. Én azt a könyvet 3 nap alatt elolvastam, és megtörtem. Sírtam, és megértettem, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy át kell adni az életünket, meg kell vallani a bűneinket, igen, hogy kicsoda Jézus valójában. És onnantól kezdődött az építkezés bennem. Az alapok lelettek téve. Ugyanúgy hallgattam az igét, de már teljesen másként. Tehát sokkal befogadóbb voltam, és ami addig zavart, hogy Jézusról volt szó, ittam magamba a mondani valókat vasárnapról vasárnapra, és elkezdtem olvasni a Bibliát. A Szentlélek által nagyon sok minden kinyílt számomra, megértettem az Isten üzenetét, igéjét, és aztán szolgálatokba álltam be, kerestem gyülekezetet Pesten is, és fokozatosan épült a hitem. Úgyhogy ez az életátadás, vagy odaszállás van a római beliekhez írott levél 12. fejezet első versében, hogy az okos Isten tisztelet az, hogyha odaszánjuk testünket élő és szent áldozatul, az akkor történt meg úgy 18-19 éves korom tájéken. Köszönjük, Évi. Eszter, mi a te történeted? Én nagyon rossz gyerek voltam, de fiúk között nem is nagyon lehetett jónak lenni, mert nagyon kilógtam volna a sorból, úgyhogy mindig elcsentem valamit az apukám fiókjából, meg hazudoztam is, meg kiabáltam, meg csapkodtam, meg mint egy kisgyerek, rossz gyerek voltam. Uh-huh. Valóban. És ezért nem is volt olyan nagyon nagy kérdés, hogy milyen bűneim lehetnek, tehát nem csak én tudtam róla, hanem mindenki más is a környezetemben. A vasárnapi iskolában tanultunk egy aranymondást, így mondják ezt a gyülekezetünkben, hogy tanuljunk gyerekek egy aranymondást. Aha. És az volt, hogy neveden szólítottalak, szeretlek, enyém vagy. Uh-huh. És 12 év körüli lehettem ekkor, és akkor hazamentem, és kérdeztem az anyukámat, hogy ez mit jelent, és hogy tényleg Isten tudja az én nevemet, és hogy szólítja a nevemet, hogy Eszter, 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 és hát most akkor erre valamit válaszolni kell, mit jelent az, hogy enyém vagy, hogy szólítalak. És akkor édesanyám elmagyarázta, hogy Isten azt szeretné, hogyha te az ő gyermekévé válnál, ugyanúgy, ahogy a mi gyermekünk vagy, lelkileg ő lehet az édesapád, és ez mit jelent, és hogy imádságban dönthetek
és hívhatom az életembe. És akkor együtt imádkoztunk az édesanyámmal egy ilyen teljesen hétköznapi napnak az estéjén. Uh-huh. És ez is egy kicsit olyan mindennapi volt, de mégis utána beszélgetünk arról, hogy egy bűnösnek a megtérésén, hogy örülnek az angyalok a mennyben. És akkor ez így nagyon boldoggá tett engem, hogy most már miattam is örülnek, és hogy Isten nem hiába hívogat engem a nevemen, mert szívemből tudok válaszolni neki, hogy igen, én is szeretlek Istenem, és Jézus megváltását elfogadom, hogy eltörli a bűneimet, és így a mennybe juthatok. Úgyhogy ez egy ilyen rövidke történet. Igazából 2 év múlva volt egy ilyen odaszállási alkalom egy nagy konferencián, amikor azt kérte a pásztor, hogy aki oda szeretné szállni az életét Istennek, hogy teljesen az idejét, az életét Isten uralja, és a szolgálatra úgy érzi, hogy elhívása van, az álljon elő, és egy ilyen odaszállási imádságban vezetett bennünket, úgyhogy közösen több száz emberrel együtt én is odaszántam az életemet az Isten szolgálatára, és akkor kezdődtek azok a szolgálatok, amik valóban adódtak is. A gyerekekkel, a következő kérdés, táborozás, rádiózás, tehát sokféle dolog. Hogy tudtátok ezt a hétköznapi életbe apró pénzé váltani, hogy ugye Jézus a szívetekbe volt, döntöttetek mellette, és akkor ezután ez hogy nyilvánult meg? Tehát hogy követed az Istent? Talán ez segítség lenne azoknak, akiknek erről talán még nincsen semmilyen fogalmuk, képük, hogy tudjuk mi követni az Istent, mit jelent ez a számunkra, mondjuk napi szinten. Hát, tudtok erre jó tanácsot? Ugye akkor a vasárnapi iskolában ilyenek hangoztak el, hogy imádkozzál minden nap, és olvasd a Bibliát minden nap. Ez olyan nagyon kis gagyinak tűnik, szabad ilyen műsorban ilyet szót használni? Abszolút szabad, igen. Tehát, hogy nagyon ilyen kis egyszerűnek, hogy ilyen kis naívnak tűnik, de nem az. Tehát, hogy az, hogy elolvassuk a Bibliát, olvasunk belőle egy történetet, és megkérdezünk magunktól, hogy hogyan vonatkozik ez az én életemre. Útmutatást kapok ebből, vagy megerősítést, vagy megállít, hogy most akkor mégse jól csinálsz valamit? Mire szólít, mire hív? Ez igen egyszerű, és minden nap megkérdeztetjük magunkat, hogy Isten most mit üzent nekem? Hogyan vonatkozik ez a bibliai rész az én életemre? Úgyhogy ez egy ilyen egyszerű, de nagyon hatékony módja az Isten követésének, hogy lássuk az útmutatást. És akkor erre a válasz az imádságom, hogy igen, szeretném Istenem, hogy most szóltál hozzám, hogy meg kell változtatnom a viselkedésemet, hogy vetkőzzem le egy rossz tulajdonságomat, hogy agresszív vagyok, vagy kiabálok, akkor most segíts, hogy ezt meg tudjam tenni. És akkor, amikor jön a pillanat, hogy a családoddal összevesztél, Akkor igen, akkor ez eszembe tudja jutatni, hogy hát, de hát ma reggel éppen imádkoztál arról, hogy szeretnél változást az életedben, nosza rajta itt egy nagyon jó pillanat, hogy elkezdjed, és akkor volt olyan is, hogy a tesómnak is mondom, hogy most azért nem szólok vissza, mert tudom, hogy az Isten ez nem tetszene, főleg gyerekkoromban többször volt, mert az gyerek őszinte is tudja nagyon jól. Igen. Felnőttként nagyon sokszor a munkámban nem arra van szükség, hogy elmondjam valakinek, hogy nézd, én megtértem, az Istent követem, azért tudlak téged szeretni, mert én hívő vagyok, hanem sokszor arra van szükség, hogy csak mellé álljunk, megsimogassuk, vagy megértően bólogassunk, vagy jókat kérdezzünk, vagy megkérdezzük, hogy tudok valamiben segíteni, hogyan tudok segíteni. Tehát a hozzáállásomban is tudom például azt mutatni, hogy én keresztényként az Isten szeretetét szeretném felé kommunikálni. Ezt egy önkormányzati épület falai között hogyan lehet megélni, ha esetleg beszélnél erről, csak olyan szinten, ami publikus természetesen? Nagyon érdekes, mert én soha nem szerettem volna önkormányzatnál dolgozni, mivel a másik oldalon voltam, mint tervező, és láttam, hogy mennek ott a bürokratikus vonalak, de Isten mégis jót tervezett számomra, és végtelenül hálás vagyok azért, hogy lehet élni ott a keresztény hitet olyan módon, hogy
megmutatva mindennapokba, a hozzáállásba, az ügyfelekkel való kommunikációba például. Jó ezt hallani, szerintem nagyon sok néző most nagyon örül, mert nem mindenki szeret ilyen helyekre elmenni, például személyazonosságit kell csináltatni, stb. Voltak élményeim, amikor nem éppen kedvesen fogadták, ugye? Igen, vannak esetek, amikor akár eléggé felspanolva, felajzva jönnek már a problémák miatt, ami mondjuk a településen adódik, és nem mindegy, hogy hogy állunk hozzájuk, és nem csak azért, mert képviseljük az önkormányzatot vagy a települést, hanem pontosan azért, mert Isten képviseletében vagyok én ott elsősorban, és neki tartozom számadással. Úgyhogy ez az egyik rész az ügyfelek felé, hogy igen, lehet kedvesen, lehet mosolygósan. És vagy ez mindig sikerül neked? Nem mindig, de igyekszünk a dolgokat a maguk medrében tartani. A másik terület a kollégák között való lét, ami számomra abban merül ki, vagy abban teljesedik ki, hogy tudom meghallgatni őket, és nem egy olyan beszélgetés volt már, amikor hallgatófélként valaki kiöntötte a szívét, és nem vágtam a fejéhez, hogy Isten mit mondana, vagy mit kellene neked csinálni, mert esetleg nem is volt keresztény, csak arra volt szüksége, hogy valaki meghallgassa. De én annak a híve vagyok, meg ezt tanultam a szolgálataim elején, hogy a barátság evangelizáció a legjobb. Tehát ez azt jelenti, hogyha először megismerem a másikat, mint embert, ott állok mellette, mint barát, vagy kísérő, vagy társ a munkában, és látja az én életemet, én látom az övét, és idővel kerül szó arra, hogy jaj, hát nekem úgy tűnik, hogy mint a keresztény lennél. Volt már ilyenre példa, és akkor lehet bizonyságot tenni, és akkor lehet a lényegre rámutatni. Én úgy hallottam rólad, vagy olvastam rólad, hogy különböző tanfolyamokat végeztél el, ilyen önismereti tanfolyamokat. Ezt csak tényleg azért kérdezem, Évi, mert azt gondolom, hogy tudunk egymásnak segíteni ebben, hogy hogyan tudjuk még jobban megérteni, hogy kik vagyunk. Gondolom ezek a tanfolyamok, vagy akár istentiszteletek, ahol erről szó volt, sokban segített neked, hogy megtudd, hogy igazán ki vagy. Van esetleg ilyen valami, amit most szívesen megosztanál, amit ott hallottál, vagy tapasztaltál? Hát nekem ez egy 3 éve tartó önismereti barangolás, hogy így szoktam nevezni. Amikor volt egy autóbalesetem, és 3 hónapra ágyhoz voltam kötve szinte, és akkor kezdtem el hallgatni ilyen fajta előadásokat, amik arra mutattak rá, hogy én hol vagyok, mint ember, mint nő, mint Isten gyermeke akár. És egy idő után azt éreztem, hogy szükségem lenne egy kisebb csoportra, ahol ezt gyakorlatban is, közelebbről is át tudnám vizsgálni, hogy ki is vagyok. Bizonyos területeken nem tudtam döntést hozni, nem tudtam határokat húzni, nem tudtam nemet mondani, hagytam, hogy mások kihasználjanak, élősködjenek rajtam érzelmileg is, és betelt a pohár. Tehát nem csak, hogy egészségileg, nagyon sok minden előjött, de lelkileg is megterhelő volt, és ezért egy rajzos önismereti csoportba mentem, gondolván, hogy hát akkor legalább szakmába illik, és milyen jó is lesz. És valóban jó volt. Nagyon furcsa volt először, de rajzban kellett kifejezni az átélt történeteket, amit ott a vezető elmondott. Egy ilyen vezetett gyakorlat sor volt általában, hetente egy, és így visszanézve, amiket rajzoltunk, festettünk, ki milyen technikával, tényleg elárulja azt, hogy belül mi van eltemetve, és fel kell jönni annak, mert a gyógyulás onnan kezdődik, hogyha rájövünk arra, hogy hol van a gyökere a felszínen, éppen már
akár magas vérnyomásba torkoló problémáknak. Uh-huh. Úgyhogy konkrét példa most nem jut eszembe, de, de fontos volt a számomra. Hát, ha van valami konkrét példája erre, hogy amikor ez kezdett világosabb lenni számodra, hogy ki vagy te igazából. Esetleg, ha van erre valami régi történet. Hát amikor már gyerek voltam, ugye akkor már a fiúk meg a testvéreim nagyon sok visszajelzést adtak arra, hogy hát te ilyen vagy. Te mindig ilyen vagy. Te így reagálsz, te úgy reagálsz. Tehát az már, hogy visszajelzést kapunk, az már egy dolog, egy elindító dolog arról, hogy megkérdezik magam, hogy tényleg ilyen vagyok, vagy tényleg ilyennek akarok látszani? És akkor rájöttem, hogy nem, én nem akarok ilyen fiúsnak látszani, mert visszajelzést kaptam, hogy nem hordasz szoknyát, hát te ilyen fiús vagy. Gyerekkoromban történt ez is, és akkor elhatároztam, hogy de hát én nem akarok azért ennyire fiúnak látszani, én egy lány vagyok, és akkor elkezdtem szoknyát hordani. És egyből akkor ez már egy változás. Tehát és nem először... sértődtél meg rajta? Igen, nem sértődtem meg, hanem gondoltam, hogy akkor próbáljuk ki ezt, hát ebben nem lehet fára mászni, ugye, meg néha elszakadtak azok a szoknyák, vagy de akkor ez egy jó, akkor egyből én kész voltam a változtatásra. Aztán később is volt például olyan nagyon nagy konfliktusom édesapámmal. Én egy nagyon erős akaratú valaki voltam, és ő is egy nagyon erős akaratú valaki, és összeakadtunk. És akkor... És hát akkor ez egy keresztény családban is megtörténik. Így van, ez egy keresztény családban is megtörténik, hogy én nem akarlak elengedni, tehát te el akarsz menni bulizni, de én tudom, hogy neked ott nem lesz jó, de ott vannak a barátaim, és én most azokkal akarok lenni, és hogyha megtiltod, akkor is el fogok lógni, és el fogok menni, vagy akkor inkább haza se jövök, és akkor ebből volt egy ilyen vita, és akkor persze... édesapáktól függ, hogy engednek végül, vagy nem, akkor én elmentem a buliba, és nagyon rosszul éreztem magam, és hazajöttem, és akkor mondtam, hogy szégyen bevallani, de tényleg milyen igazad volt, mert minden cigifüstös volt, és nem éreztem jól magam, mert előjött az allergiám, és végig köhögtem, és rosszul voltam. Tehát nagyon sok ilyen dolog történik, amikor azon múlik az, hogy változunk, vagy hogy jó irányba tudunk-e fordulni, hogy elfogadjuk-e azt a külső, jó szándékú, jó akaratú megjegyzést, vagy visszajelzést, amit mások adnak. Úgyhogy, és mit csinálsz azokkal a visszajelzésekkel, amik negatívak és rossz indulatúak? Hogy tudod azt kezelni? Nagyon nehezen, de ebben meg jó volt a fiús neveltetés, hogy nem kell mindent a szívedre venni. Okay. És akkor én valószínűleg nem is teszem túlságosan személyessé. Megpróbálom azt mondani, hogy hát biztos rossz napja van, lehet, hogy nem is így értette, hát ha vele történt valami, ami miatt így reagál. Hát magyarul elkezdesz gondolkozni ezen, hogy tudsz reagálni. Igen, de ugyanakkor objektívvá is megpróbálom egy kicsit hátralépni egyet, és úgy ránézni objektívvá, hogy most tényleg igaza van? Tényleg én vagyok egy kicsit rosszabb hangulatban, és rossz kedvem miatt reagáltam így rá, és igaza van ebben, hogy most így viselkedtem, pedig nem így szoktam. És ha mégis azt gondolom, hogy nem, akkor szoktam mondani, hogy úgy gondolom, hogy most itt nem hibáztam, de hogyha ez megbántott téged, akkor ne haragudj. Aha. Tehát akkor is kell tudnunk bocsánatot kérni sokszor, amikor nem a mi hibánk valami. És a harmadik dolog pedig az, hogy ha valamiben nem vagyok biztos, hogy tényleg az a személyiségem része, vagy pedig csak véletlenül rossz kedvemből így vagy úgy tettem dolgokat, akkor valahogy meg is kérdezek ismerőst, vagy barátot, vagy testvért, hogy figyelj, most tényleg igaza van, annyira bántóan szóltam neki, te is ott voltál a társaságban, te is hallottad, hogy tényleg lekicsinylő voltam, vagy tényleg félváról vettem azt, amit ő mondott. És akkor ilyenkor ez a másik dolog, hogy régen nem ilyen voltam, de most már igen, hogy megvárom a jó pillanatot, hogy elmondjam, hogy tényleg úgy szégyellem, hogy ilyen lekicsinylő voltam a múltkor, vagy nem foglalkoztam annyira a problémáddal, hogy nem vettem észre, hogy ez neked tényleg ennyire fontos volt. Úgyhogy próbálom utólag is értékelni a dolgokat. Egy nagyon tudatosnak hangzom, ugye? Amikor ilyeneket mondok, de amúgy is ilyen tudatos vagyok. Ezt akartam mondani, hogy rád nézek, és tudom, hogy tudatos vagy. Igen, tehát hogy úgy gondolom, hogy az érzelmek is, és az értelem is legyen így egyensúlyban egy nőben, és akkor tud hatékony lenni a környezetében. És
valamikor igazuk van, valamikor túl személyessé teszünk dolgokat, igen. és nem kéne azon annyira megsértődni, uh-huh. hiszen a másik részéről az csak egy megjegyzés sem. Volt. Igen, igen, igen. Hát valamikor... ez nekem nem ment ilyen könnyen. Okay. Nem hogy... voltam ennyire tudatos sajnos. Aha. Talán azért, mert az én édesapám pedig épp azt a példát mutatta, hogy mindenkinek megfelelni, uh-huh. mindenkinek eleget tenni, vagy megsértődni dolgokon, vagy éppen felhúzni magunkat. Igen. Úgyhogy számomra igazából az önismereti tanulás segített abban, hogy ne vegyem a szívemre, ne sértődjek meg, értékeljem úgy, hogy uh-huh. valóban a másiknak lehet, hogy valami problémája van, és azért olyan, amilyen velem épp. És amikor rájövünk egy-egy ilyen, például én is rájöttem, hogy nem jól válaszoltam mondjuk a férjemnek, akkor ezekkel a dolgokkal természetesen bocsánatot, az már elhangzott, hogy bocsánatot kérünk, de az én életemben ez nagyon sokat segített, amikor itt megfogtam, nem hagytam elcsúszni a dolgokat, és akkor leültem egy kicsit, és beszélgettem az Istennel. Csak ezt azért gondoltam, hogy itt ti is meg tudjátok erősíteni, hogy ez a legfontosabb dolog, amikor tényleg leülünk, és akkor lecsendesítjük a szívünket, mert ugye az indulatok van, amikor rendesen elszabadulnak, szerintem még a leghalvérűbb ember is tud nagyon bepöccenni, és hogy keresztényként, hogy ez mennyire fontos, hogy leülni, és megkérdezni az Istent, hogy na jó, akkor mit gondolsz erről? Biztos szoktátok ezt csinálni, ti is. És akkor, ahogy az Eszter is mondta már, hogy akkor én kinyitom a Bibliám, de nem nekem kéne beszélni, hanem akkor megkérdezem, hogy szoktátok ezt csinálni. Hogy amikor van egy ilyen szituáció, és nagyon rosszul érzed magad, akkor hogy tartasz csendességet? Számomra nagyon fontos a csend. Aha. Hát egy olyan közeg, amiben végre nem mást hallok, hanem egyrészt a magam indulatait, másrészt pedig van lehetőség arra, hogy Isten hangját halljam meg. Uh-huh. Úgyhogy mielőtt kinyitom a Bibliámat, én általában valahova vagy elmegyek sétálni, vagy csak otthon vagyok és csendre vágyom, és többen nem is értik, hogy hát hogy lehet, hát ma mindenki a telefonját hallgatja, a laptopját nézegeti, a mobilján, kütyüken játszik, és hasonlók, de ebben a rohanó világban, amit annyiszor mondunk, de tényleg az. Eszméletlenül az. Nem állunk meg, és ezért nem érjük utol a saját érzéseinket sem, és én nagyon hálás vagyok, hogy Isten azt mondja a 62. Zsoltárban is, hogy csak Istennél csendesül el a lelkünk, mert tőle kapunk segítséget, reménységet, ő a mi kősziklánk és szabadítónk. Tehát ott a lehetőség, csak élni kell vele. Kérdés, hogy élünk-e vele. Igen, Eszter, szoktál élni vele? Hát csendes időszak. Lehet, hogy most nem jót mondok, vagy mondjad. Lehet, hogy jót mondok, de én a belső békességre szoktam figyelni. Tehát aha. nem feltétlenül az a fontos számomra, hogy most teljesen most akkor csinál. A Bibliából tudjuk meg, hogy gyorsan, hogy most nem jót csináltunk, mert sokszor belülről tudom már, hogy az nem volt jó. Meg egyértelmű is, hogy így kiabáltam a testvéremmel, vagy az édesanyámmal, vagy megbántottam, az biztos, hogy nem volt jó, tehát ez nem kérdés. Uh-huh. És akkor, hogyha kinyitom a Bibliát, akkor egy csomó olyan információ jönne, ami nem ebben mélyít el, hanem egy kicsit úgy szétaprózza a figyelmemet. Uh-huh. Ezért nagyon sokszor azt szoktam kérni imádságban Istentől, hogy mutassa meg, hogy hogyan tudom ezt a belső békétlenségemet feldolgozni, hogy valóban azzal, hogy beszélgetést kezdeményezek, valóban azzal, hogy bocsánatot kérek, valóban azzal-e, hogy egy napot várok, és majd utána reagálok másképpen, vagy meg kell várnom, míg az a másik közeledik felém, és akkor tudom elmondani, hogy milyen rosszul érzem magam emiatt, hogy egy héttel ezelőtt ezt csináltam, és nem tudtam neked sehogy se elmondani, de most itt van egy kis lehetőség, és megengedett, hogy most akkor így elmeséljem, hogy mi zajlott bennem. Uh-huh. Nekem ez sokszor többet segít amúgy, mint maga a bibliaolvasás. Uh-huh. A bibliaolvasás önmagában inkább az Istentől jövő információ a számomra, nem pedig az én információm
feldolgozása. Uh-huh. Úgyhogy akkor tudok igazából csak jó csendességet tartani utána, hogyha ez egy belső békességé formálódott uh-huh. már bennem, uh-huh. a harag, vagy az a nehézség, vagy a szégyen. Uh-huh. Attól függetlenül azt gondolom, hogy az életünkben szükségesek ezek a csendes percek. Tehát amikor tudatosan semmi más nem csinálunk, hanem csak leülünk, lehet, hogy én is úgy gondolom, hogy nem mindig kell elővenni a Bibliát, hanem csak leülni. Én azt szoktam reggel a kis kényelmes székembe, esetleg a kávémat azért viszem magammal, és beszélgetni vele az Istennel. És akkor ő egyszerűen útba igazít, és én hajlamos vagyok arra, hogy elfelejtem, amit esetleg másokkal tettem. És nekem ezek a csendes percek arra jók, hogy akkor az Isten eszembe juttatja, és utána visszaküld, hogy figyelj csak, valamit el kéne rendezned, mert elfelejtetted, esetleg bocsánatot kérni, vagy ilyesmi. Lányok, esetleg akkor most áttérhetünk arra, hogy mi az, ami közös igazából a szolgálatotokba, és most a rádiózásra szeretnék rátérni az utolsó 15 percben. Meséljetek erről, hogyan kezdődött ez az életetekben, hogyan zajlik most, miben tudtok segíteni a hallgatóknak, és mennyi időt veszel ez a mindennapjaitokból. Kikezdi ezt? Többször beszéltünk erről, meg említettük mi ketten is már ezt a szót, hogy szolgálat, és igen. akkor gondoltam, hogy most egy kicsit tisztázhatjuk, hogy aha. számunkra ez azt jelenti, hogy jó. egy önkéntes munka, igen. amiért nem kapunk fizetést, hol egy olyan szervezettel, uh-huh. akik fogadják szívesen ezeket az önkéntes munkatársakat, uh-huh. és jelen pillanatban ez a munka, ez a rádiós műsorszerkesztés. Uh-huh. A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítványnak van egy ilyen házi stúdiója, és akkor abban oda mi elmegyünk hetente, havi rendszerességgel, már hosszú évek óta, és akkor ott készítünk. Mennyi az a hosszú évek óta? Jó hosszú. Anya teljes is. Jó hosszú. Tényleg? Azt nem igen. is tudtam. Igen. Édesapám már okay. nagyon régóta rádiózik, 60-as oh. évek óta rádiózik, és aha. kicsit így a rádió bűvkörében nőttem föl. Uh-huh. Később hangtechnikus is volt, és akkor meg lestem őt, hogy hogyan dolgozik, és rájöttem, hogy nem a technikai terület az én területem, bár be kell vallanom, hogy meg tudom csinálni, ha nagyon kell, de szívesebben vállalom a kreatív részét a műsorszerkesztésnek. Uh-huh. Tehát az összeszerkesztést, az ötletelést, a zenék válogatását, az irodalmi dolgok válogatását, és amit nagyon-nagyon szeretek, az a riportkészítés és interjúkészítés, mert nagyon szeretek megismerni új embereket. Uh-huh. Úgyhogy a szolgálat szó maga az, hogy a szabadidőmet odaáldozom wow. Istennek, és ő pedig ekkora örömet ad benne, hogy évekig képesek vagyunk csinálni, de tényleg nagyon uh-huh. nagy öröm számomra. Uh-huh. Szerettem is csinálni, és kiteljesedem benne, abszolút uh-huh. úgy érzem. Évi, te mit csinálsz ebben a szolgálatban? Én voltam az első női hangtechnikus ott a rádiónál, amikor az egyik nyáron a fiúk megtanítottak erre-arra, és azelőtt talán egy évvel kezdtem, 2001-től vagyok én ott, és bizonyságtételeket vettem föl először különböző ifjúsági táborokban. Kaptam egy negyedórás blokkot, úgyhogy aztán rájöttem, hogy nekem is nagyon bejön az interjúzás, az életutaknak a rögzítése, mások meghallgatása, de talán ez onnan indult, hogy én gyerekkoromból azt az egy képet mindenképp magammal viszem hosszú ideig még, hogy ülök nagypapámmal szembe, és csak nyaggattam, hogy még meséljen. Uh-huh. Tehát újra és újra mondta a történeteket, uh-huh. úgyhogy biztos valahonnan onnan indult annak idején. Amit most csinálunk, az az ifjúsági műsor, felváltva, vagy együtt, ahogy ez sikerül. Felekezet közé, vagy pedig... Mivel evangéliumi rádió, ez aha. azt jelenti, igen, hogy felekezet közé, protestáns vonal elsősorban, igen. és... Ez azt jelenti, hogy a ti ismerőseiteken keresztül visztek be anyagot, ha tudtok valamit, hogy egy ifjúsági
konferencia, akkor oda elmentek, vagy lehet külsőleg is jelentkezni, hogy nekem van valami. Lehet. Ez mindezt jelenti. Mindezt. Igen. Sőt, van egy vonal most, amit szeretnénk továbbvinni, hogy keresztények a társadalomban, a művészetekben, a zenében, filmben, akárhol. Úgyhogy keressük azokat az interjú alanyokat, igen, folyamatosan, akikkel lehet jót beszélgetni. Ugyanakkor vannak ilyen tematikus műsorok, ami akár a párkapcsolatokról szól, akár az Istennel való közösségről. Szoktatok ti is, vagy az a más asztala a párkapcsolatokról? Meghívunk, igen, lelkipásztort, akár akinek nagy családja van, ő egy sorozatot felmond nekünk, és akkor a köré még egyéb mást, verset. Összerakjátok a műsort. Igen, zenével és mással is. Van olyan, hogy meghívunk pszichológust vagy szociológust, és akkor felvetünk neki kérdéseket az alapján, amit esetleg a hallgatók kérdeznek, vagy olvastunk bizonyos cikkeket, és akkor azokon a problémákon próbálunk választ keresni a Bibliában. És úgy tudom, hogy az újságírás is a profilotok. Ezt hol lehet meglátni, vagy hol kamatoztatjátok? Én csupán a rádiónál kamatoztatom. Van egy újságunk, ami két havonta, vagy három havonta megjelenik. Az Antenna újság, és oda szoktam írni. Nagyon szeretek írni. Igazából ez akkor formálódik ki, mindaz a gondolatvilág, ami bennem rekedt, amikor papírra vetem, vagy most már ugye számítógépbe billentyűzöm. Ezt a te is szeretsz írni? Én szeretek írni, de nagyon nem tudok rendelésre írni, úgyhogy van úgy, hogy nagyon sokat írok, és sokféle laphoz elküldöm, és aztán pedig van olyan, hogy nagyon keveset írok, és hiába kérik, hogy de küldjél. Nincs ihlet. Nem tudok mit küldeni. Uh-huh. Úgyhogy ez ilyen hullámvölgy, hullámhegy. Egy kicsit, hogyha még arról beszélni, engem nagyon érdekel, hogy mi is ez a pszichopedagógia. Mert ahogy körülnéztem én is a barátaim gyerekei ezekben a környezetekben, láttam, hogy annyira sok szükség lenne ilyen szakképzett szakemberekre, akik tényleg nagy odafigyelésre, szeretettel tudnak egy kicsit más oldalról megközelíteni ilyen típusú gyerekeket. Hogyha erről mesélnél, hogy... Nagyon szívesen. A munka, a gyógypedagógiai munka az tulajdonképpen az, hogy fölmérünk valakit, megállapítjuk, hogy mi a problémája, és akkor arra egy terápiát keresünk. Legkülönfélebb esetek lehetnek, tehát például van egy kisgyerek, aki nem alkalmas az iskola kezdésre, és akkor eljön egy pszichopedagógushoz, fölméri a képességeit, megállapítja, hogy bizony a matematikai készségek nem annyira erősek, esetleg a grafomotorikája gyenge a gyereknek, és nem tud ügyesen rajzolni, hogy majd könnyen meg tudjon írni, tanulni. És akkor erre egy terápiát keresünk, és felajánljuk a szülőnek, hogy ha heti rendszerességgel, vagy heti kétszer, vagy heti háromszor elhordja a terápiára a gyermekét, akkor iskolai retté válhat a gyermek, mire kezdődik a szeptember. Tehát ez egy ilyen klasszikus eset. Magyarul te benn vagy egy óvodába, vagy van egy székhelyed teljesen máshol, ahol... Jelenleg egy óvodában dolgozom, de ez 18 éves korig bármi lehet. Ezt most csak egy példának hoztam, hogy iskola előkészítés. Lehet más probléma is. Lehet például olyan, hogy haláleset történt a családban, és a gyermeknek az iskolai teljesítménye visszaesik. És akkor kiderülhet, hogy nem az a hibás, hogy a tanítónéni nem jól tanítja a matematikát, vagy a történelmet, hanem az, hogy a kisfiú érzelmileg nincs azon a fokon, hogy ő be tudja fogadni az új tananyagot, mert bánata van. És a bánatán kell segíteni ahhoz, hogy jobb legyen a tanulmánya. Ez egy másik klasszikus eset, nagyon sok ilyen előfordul. Aztán vannak ennél még nehezebb esetek, hogyha van egy viselkedészavar, hiperaktivitás, autizmus, depresszív gyermek, vagy mániákus gyermek, aki zavar a tanulmányában ez a viselkedés.
és akkor lehet segíteni ezen a viselkedésen bizonyos agressziót kezelő terápiákkal, vagy művészeti terápiával, ami segít lenyugtatni. Vannak egyszerűbb esetek, vannak nehezebb esetek, hosszabb terápia, rövidebb terápia, a jó terapeuta megtalálása is sokszor ilyenkor gondot jelent. Úgyhogy nagyon sok területe van ennek a szakmának, amit csinálok. Most jelenleg valóban óvodáskorú gyerekekkel foglalkoztam, de például tavaly volt iskoláskorú is a magánpraxisomban, amikor akinek segítségre volt szüksége. Én azt mondom, hogy a keresztények között sokszor nehéz az, hogy azt gondolják, hogy majd az Isten megoldja a dolgokat, a nehézségeket, imádkozzunk ezért a gyermekért, és jobban lesz. És remélem is, hogy sok eset így történik. De vannak olyan esetek, amikor szakemberre van szükség, és ne féljenek segítséget kérni azok, akiknek nagy gondjuk van a gyermekükkel, mert ez nem feltétlenül az ő hibájuk. És lehet, hogy van olyan valaki, akit az Isten elhívott arra, hogy egy ilyen szakmába álljon, ez egy segítő szakma, és megtanulta, és a személyiségében pedig benne van, amit Isten oda ajándékozott már annak a terapeutának, hogy tud segíteni az ő gyermekén. Hát ez nagyon-nagyon köszönjük szépen, mert azt gondolom, hogy ez nagyon sok családban segítség lehet. Néhány percünk van, kedves lányok, és azt szeretném most kérni tőletek, hogyha úgy egy percben össze lehetne foglalni azt, hogy miben tudunk, vagy miben tudtok ti segíteni azoknak a kedves nézőknek, akik mondjuk most nézik az adást, hogy hogyan tudják megélni mindazt a sokkal jobban, mint ahogy eddig tették, azokat az értékeket, hogyan tudják önmagukból kihozni, hogy tudtok-e erre valami, amit éppen most eszetekbe jut, egy perc alatt nem lehet ezt tökéletesen körülírni, de ami most ugye a szívetekbe jön esetleg ilyen zárszóként, hogyha ezt el tudnátok mondani. Van-e ilyen zárszó? Vagy nekem kell van zárszó? Van zárszó, én hallgatunk. Számomra nagyon-nagyon fontos, ahogy kezdtem is, hogy legyenek mellettem barátok, társak, legyünk ott egymás mellett elérhető közelségben. Van egy imacsoportunk, 10 éve működik, és tényleg hálásak vagyunk érte, és így úgy tudjuk hordozni egymás terheit Isten előtt, ami felbecsülhetetlen érték. Ha nem tudunk összejönni hetente, akkor is az e-mailen és egyéb más technikai csodákon keresztül tájékoztatjuk egymást arról, hogy kivel mi van, és nem csak belterjes, hanem sokszor Isten elé visszük azokat is, akik munkatársaink, akik betegek, akik megfáradtak a gyülekezeteket, stb. Úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy ne egyedül éljük a keresztény életünket, bár nagyon individualista módon próbáljuk ma ezt megoldani, de szükséges, hogy legyenek mellettünk barátok, testvérek, egy-kettő mindenképp. Igen, legalább. Eszter? Én az elfogadást és az értéket szeretném utoljára mondani. Az érték az benne van az idézetedben is, hogy a Derékasszony értéke sokkal nagyobb az igazgyönynél. Mindannyian értékesek vagyunk. Mindannyiunkban van érték. És ezt nem vehetik el tőlünk, és próbáljuk ezt kibontakoztatni. Ez az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy elfogadás. Hogy el kell tudnunk fogadni mindazt, amit kaptunk Istentől, amilyenek vagyunk. Ha buskomor vagyok, akkor buskomoran vagyok értékes. Hogyha mosolygós vagyok, akkor mosolygósan vagyok értékes. Minden, amit kaptam Istentől, értékké válhat. És fogadjuk el magunkat. Plusz 10 kilóval többen is, meg kevesebbel is, meg kényelmesebb állással, meg kellemetlenebb szomszédokkal. Mi vagyunk az érték, tehát fogadjuk így el értéknek önmagunkat. Mert hogyha mindenki másra nézünk, hogy ki mit csinál, milyen, hogyan, mermedik, akkor nem tudunk erre fókuszálni, és az akkor negatív gondolatokat szül. Úgyhogy pozitívan értékes mindenki, és keresse meg azt, ahogyan el tudja fogadni magát. Azt gondolom, hogy ma is sikerült egy igazán értékes beszélgetést összehoznunk itt hármunknak. Legalábbis mi élveztük ezt az időt, remélem, hogy segítettünk a tévénézőknek is.
És csak szeretném önöknek ajánlani, hogyha esetleg nem tartoznak közösségbe, ahogy ezt az Évi tanácsától hallottuk, hogy kezdjenek el barátságokat kötni, járjanak a különböző egyházakba, azt gondolom mindenki meg tudja találni az ő neki szánt lelki helyét, mert úgy, ahogy szükségünk van egy fizikai családra, ugyanúgy szükségünk van egy szellemi családra, ahol, hogyha bánatunk van, hogyha esetleg valami örömünk van, meg tudjuk osztani ezeket. Hiszem, hogy ez a mai esti beszélgetés segítség volt önöknek, és csak azt kívánom, hogy tudják hasznosítani a mindennapi életben, és legyenek boldogok, hiszen értékesek vagyunk mindannyian, mert az Isten teremtményei vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak. Isten áldja meg önöket. Minden jót, a viszontlátásra!